Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, melyben vendégünk Jónás Vera, dalszerző, énekes, mi vagy még Vera? Táncos, komikus. Táncos, komikus. Kutya őrült. Kutya őrült, kutya őrült és egykori, vagy akár jelenlegi világutazó. De erre majd bővebben kitérünk. <laughs> Rendben. A mikrofon egyik oldalán pedig német Robert. És Bihari Balázs. Úgy kezdtem a napot ma, készülve erre a beszélgetésre, hogy a reggeli kávé mellett elolvastam. Ezt, ezt megkerestem, aztán elolvastam azt az interjút, amit Közel tíz évvel ezelőtt, 2013-ban készítettünk a, a recorder magazin számára Dömötör Endrével, akit innen is csókoltatunk, és hát akkor, akkor te voltál az, az ilyen új nagy tehetség a magyar zenébe, akivel azt hiszem, hogy akkor mindenki, aki egy kicsit is ilyen zenebuzi, vagy ilyen elkötelezett az interjúzot akkoriban, mi is, és a Game című lemez Z volt az első, ugye? És az akkor ugye elég nagyot szólt így hogy a magyar zenének, mondjuk abban a részében, amelyik, amit így, amelyiket így érdekli a jó, vagy izgalmasabb popzene. Akkor már neked volt valami fajta zenei múltad, ugye? Tehát, nem, nem, tehát valahonnan már jöttél. Hát annyi zenei múltam volt, hogy akkor már a zenekarom két éve működött, és én akkor Londonba, várja, hogy volt, akkor már lediplomáztam Angliába, de még aktívan ingáztam. És volt egy csomó minden projekt, amiben benne voltam, meg akkor én nagyon sok ilyen kísérleti zenekarba is működtem, tehát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet múltnak nevezni, vagy zenei múltnak, de szóval elég aktívan sok felé ment ki a csápom, és sok sok minden felé érdeklődtem akkor is. Úgy, úgy emlékszem, vagy legalábbis az interjúban azt arról beszélünk, hogy akkor volt két zenekarod is angliában, vagy nem biztos, hogy. Egy egyszerre... Angliába és egy itt. Ja, igen, igen, igen. most ez olyan jó, hogy ezt így mondtad, mert annyira. Emlékszem arra, hogy az anketbe voltunk, akkor Ott, még volt bizony. anket, és én emlékszem, hogy így, ugye én csak így hall, tehát én tudtam, hogy te ki vagy, és csak így, tehát hogy én abszolút nem voltam beágyazódva a magyar zenei. Közegbe. Nem, tehát nekem nem volt egyébként meg a magyar alter zenei szcéna, nem is hallgattam, tehát én inkább ilyen angol százzenéken nőttem fel, meg ilyen régebbi klasszikusokon, akiket apukám. Ahogy ezt az is mondod. Igen, igen. Tehát, hogy nekem ez itt tökre kimaradt, és amikor amikor te kiírtad egyszerűen Facebookra, és azt ugye mi nem voltunk akkor ismerősök ah. még, csak kiírtad, hogy a Jónás Fara a lemeze. Öt, ötös, igen. vagy valami igen, és és akkor valaki, a, a moldvai márk, aki annak a lemeznek a producere volt, így mutatott, nézd, hogy kiírta a, a német robb, és akkor így, Hú, és ez ki? Ja, hogy igen, és akkor, és akkor vannak így emberek, akik, akiket én nem, nem, ismerek, de hogy nagyon beágyazottak ebbe, a, ebbe a, a, szakmába, és úgy emlékszem, hogy volt bennem egy ilyen... Nem Druk, stressz. nem is tudom megmondani, hogy mi volt az érzés, csak azt éreztem, hogy így, fú, most két, fontos zenei szakemberrel le fogok ülni, hogy így beszéljek arról, hogy így a pizsamában, otthon, hogy írtam meg ezeket a dalokat. Várj, várj, várj. Az tök érdekes, amit mondtál, hogy, hogy te nem voltál egyáltalán beágyazódva a magyar zenei színába, és ezt mi is valószínűleg a kik zenét részben csinálunk, vagy hallgatunk, vagy írunk róla, vagy ezeket, ezek különböző kombinációit. Mi is úgy láttunk téged, mint aki kb. ugye semmiből egy ilyen dimenzió kapunk beugrik, amit a Doctor Strange-be a, a figurák így beugrik ebbe a szénába, mert azért nagyjából mindenkinek volt valamilyen előélete akkoriban már, de te tényleg teljesen új arcként jöttél, hogy azt téged hogy érintett, hogy egy ilyen tök új belépőként megérkeztél erre a szintére? Hát nyilván ezt így belülről nagyon más, hogy éli meg az ember, mint ahogy kívülről látom, mert én nyilván nem azt éreztem, hogy én ilyen üstökös kérdő, nem tudom, hogy berobbantam, ja, nem vagy, is erre ne, vagy, beléptem volna az időkapon, hanem ugye az is van, hogy nekem mindig most már azért kevésbé, de ezért még most is mondják azt, hogy Jónás a zenekar a jazz koncertet ad, még van, hogy ilyen ti titulust kap a produkciónk, de hogy alapvetően én a jazz, tehát a, a be voltam valamennyire, és tehát idézőjelbe ágyazodva, az a jazz, tehát én a jazz zenészeket ismertem. A, a nagy öregeket, meg, meg, a, meg a éppen akkor jazz szakos, vagy frissen végzett, végzett jazzistákat, és akkor én jam sessionökre, meg ilyen ízékre mindig jártam, meg én jazz ének tanárhoz jártam akkor énekelni. És az volt az érdekes, amikor kiment, tehát hogy ott soha nem fértem igazán bele, mert azért én sok popzenét, meg rockzenét hallgattam, ami érdekes módon akkor tíz évvel ezelőtt az még egy kicsit ciki volt a jazz közegben. Ma már rohadtul nem, szerencsére, tehát az is így fel. Oldódott, de hogy az egy picit ilyen, ilyen izé volt, hogy fú, most akkor ez egy, én a jazz közegben mindig egy popper voltam, és akkor kimentem Londonba, egy ilyen popsuliba, ahol én voltam az abszolút jazzista, aki jaj, de nagyon túl gondolja, meg nem tudom, tehát hogy ez mindig volt, én még most is úgy érzem magam, hogy, hogy, így nem férek bele a közegekbe, ami, amit én egyébként nagyon élvezek egyébként. az első lemezednél azt hiszem, az pont ennek is a, valahogy a lenyomata, hiszen valahogy rátaláltál Moldvai Márkra, aki még akkor Kor, nem kezdett el ilyen 365 napban filmekkel foglalkozni, hanem ez még pont az, az előtti időszak volt. És emlékszem, én ugye a szomszédszobában jártam stúdióban, Soran Davidhoz, hogy azért ti keresgéltétek nagyon így, nem is jó szó szerintem az, hogy a hangzás sokat, hanem hogy mi lesz a vera. Fú, azt imádtam. Egyébként én ezt annyira szeretem, amikor így hónapokig valakivel összebútorozol, akibe én nagyon bíz, én nagyon szerettem a márkkal együtt dolgozni, és remélem, hogy majd még fogunk a jövőbe, hogy írdatlan sok órát beszélgettünk, elképesztő mennyiségű zenét hallgattunk, tehát tényleg az volt, hogy így, hogy így, jó, most már dolgozzunk, de várjál, még fölteszem ezt a zenét, meg azt mondani, és rengeteg. Az igen, de hogy így tényleg, tényleg, tényleg az volt, hogy, hogy, így nagyon, nagyon mélyen belementünk egymás zenei világába, és egymás gondolkodásába, és egyébként ez a része nekem sokszor nagyon, nagyon hiányzik is, amikor most így nagyon... Pont ezt akartam kérdezni, nagyon más hogy, más fajta módon hogy készülnek. most nagyon másfajta módon készül. Most nagyon másfajta módon készült azért, mert ugye a Bécsi Bence volt a dalok nagy részének a producere, és a Bencével egyébként van egy elképesztően mély zenei összekapcsolódásom. Tehát ugye Bence így, amikor így mutatja, hogy, hogy kirakja, nem tudom, insta hogy mit hallgat, én így tényleg így nem hiszem el, hogy ez a kedvenc számom, ez a nem tudom micsoda. De hogy tényleg a legpopulárisabb dolgoktól a legavangárdabb dolgokig nagyon, nagyon sok mindenben egyezik a, a, az ízlésünk. Viszont az volt a, a munka, munka közöttünk, hogy, hogy inkább online Pakolgassuk egymásnak a dolgokat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen személyes összebutrozás volt, amit nekem nagyon meg kellett szokni, mert én nagyon kapcsolódós ember vagyok, tehát én imádok így, 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 így ilyen együttélésben alkotni, amikor, amikor így a, nem tudom, talkokban, meg az együtt és aztán a mély megfejtésekbe és a hangzásbeli vitákba így ö őrlődünk. De itt inkább az volt, hogy egy ilyen nagyon erős pingpongozás volt, és akkor én egyébként az is egy új dolog volt, hogy én most minden dalt ezen a lemezen előre ledemóztam. Tehát ez egy ilyen tök új dolog volt, hogy én mindent kitaláltam a vokáloktól, a melyikének, hogy legyen és akkor azt átultam a bencenek, és akkor a bence kotvaztott rá dolgokat, és akkor vissza. És amikor ezek meglettek, akkor, akkor mentünk stúdióba, és a Hidasi Barna meg a Westergom Laura vették fel az éneket, és ott sokkal több volt egyébként a kvaterkázás, meg a dumálás, meg a ének, éneklés filozófiájáról való el, elmékedés. szóval az, az egy kicsit ilyen, ilyen barlangi meló volt. De hogy ez egy új, új dolog, és én tényleg úgy, úgy vagyok vele, hogy, hogy 35 éves vagyok mindjárt, és, és azt érzem, hogy, hogy most van az a pont, amikor rohadtul el kell kapnom azt, hogy változtassak, és merjek változtatni, változtatni munka, munka metódusaimon, és hogy megtanuljak beszélni erre is itt, a, itt az idő talán. És például ez a Bencével egy, nekem egy nagyon-nagyon iszonyú nagy tan. Tehát erre vagyok a legbüszkébb egyébként, hogy, hogy, hogy a Benivel így tudtunk együtt dolgozni, és hogy el tudtam engedni azt, hogy be, de nekem minden hangnál ott kellene, hanem azt, hogy csináld Beni, és akkor majd mondom, hogy mi az, ami nem tetszik, és akkor azon küzdjünk meg, és aztán majd valahogy alakul. Tehát ez egy tök másik metódus volt, és nem tudom, nekem ez egy rohadt nagy tanulás volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. Mint hogyha valahol egyébként azt nyilatkoztad volna, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztad, hogy, hogy talán nem kellene túl gondolni a dolgokat? Uh -huh. Valami ilyesmi? Igen, ez is van. Valahogy így hajlamos. Tudod, van az a, van az a ilyen dalszerző, ezt én nyilván ismertek, az a dalszerző betegség, amikor a zenéddel teljes mértékben azonosítod önmagad. Hát és akkor, ez minden szerzői, tehát ez mindenféle szerzői cuccnál Szerintem van egy ez ilyen... egy nagyon-nagyon kóros dolog. Vagy szóval, hogy én egyre kevésbé próbálom ezt magamról így lehámozni. Amit, hogy, hogy próbálod egyre inkább lehámozni. Így van, így, így van, és, és, és az, hogy amit én csinálok, az éppen az vagyok, de a következő pillanatban már nem vagyok az. Azt hiszem Leonard Cohen Singer is not the a song. És nem tudnék jobban ezzel egyet érteni, tehát hogy tényleg annyira nagy felszabaduló, felszabadulást tudok megélni akkor, amikor azt mondom, hogy igen, ez az érzelem volt bennem, és ezt nem tagadom el, viszont én nem ez vagyok, hanem én ezt csinálom. És ez egy kicsit felszabadít arról, a, 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 attól a szorongástól, hogy úristen, ha erre mondanak valamit, akkor rámondanak valamit. Ez, és ez a, egy nagyon régi vita a kultúrában, hogy ez irodalomban ugyanaz hogy a szerző az nem a, nem a mű, feltétlenül. Miközben szerintem az van, hogy a dalszerző vagy az író is egy persze ott van a műben, de nem ő az. Tehát, hogy ez egy ilyen fura, fura játék, ugye? Tehát, hogy olyan nincs, hogy nem vagy benne egy műben, de nem vagy vele azonos. Mármint, hogy abban a pillanatban, amikor az kijön, tehát én azt érzem, hogy amikor kijön egy dalszöveg, vagy kijön egy, egy akkordmenet, akkor azt érzem, hogy úristen, ez mintha a tükörben néznék. Tehát, hogy megvan egy nagyon mély élmény, amit rettentesen tudok élvezni. Tehát az egy nagyon nagy pillanat bennem. Viszont, viszont amikor megy az, hogy na, és akkor hogy szóljon, és akkor a gitár és a vokál, és akkor bejön egy, egy kicsit egy, ilyen struktúra az egész uh -huh. köré, akkor azon tud elcsúszni valami, hogyha ha elkezdek attól félni, hogy ez az érzelem meg fog változni, vagy máshogy fognak erre nézni, mint amilyen, amilyen, én vagyok, ha a zene más. És ez szerintem nem, ez egy rossz, rossz irány, ez az egyik, a másik meg az, hogy én nagyon úgy álltam ehhez a lemezhez, hogy, hogy szeretnék hibázni. Szeretném nem. megengedni azt, hogy olyan dologba is belemenjek, amiben nem vagyok biztos és szokták azt a metaforát használni, csak ez jutott eszembe a, a dalszerzők, hogy ugye, ugye a dalok a gyerekeik. Uh -huh. És hát a gyerekekkel is az van, hogy belőled nyilván egy valami, de aztán el kell tudni, hogy nem kontrollálhatod a végtelenség, meg nem lehetsz, ugye van ez az a kifejezés de a helikopter szülő, aki uh -huh. ott leveg. A, és kicsit a dalokkal uh -huh. is ez van, hogy a születés pillanatában az, az vagy belőled valami, vagy rajtad keresztül valami valahonnan, de aztán tudni kell hátralépni, amikor fejlődik az a dal. És ennek megvan, ennek megvan ez a része is, amit mondasz, meg az a része is, amikor valaki, amikor egy is ugyanarról a dalról kapok két teljesen ellentétes visszajelzést, hogy az egyik ember azt hallgatja a szakításán, a másik meg az az esküvőjén. Tehát, hogy Ezek már csak normálisak És ez, a, igen, de hogy megvan ez is, meg megvan az is, amikor egy szakmai vélemény jön rá, és azt mondom, hogy haver, tehát így ok, tök oké, de hogy így, tehát erről így lehet vitatkozni, hogy ez most szakmailag ilyen vagy olyan, de hogy így én abban a pillanatban ez voltam. És akkor ez, csak azért, azért, azért masszírozom ezt sokszor, mert például én nagyon féltem, hát most pont volt is a rekorderbe egy kritika, és annyira jó érzés volt nem mélyen megérintődni tőle, hanem azt jelenti, hogy ez egy olyan vélemény, ami egy olyan dologra mond. A Rónai azt írta, hogy, 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 én hol vagány vagyok, hol meg akarok felelni, és ez a kettősség, ez a kettősség van. És akkor leírja azt, hogy melyik, melyik, dal inkább vagány, és melyik dal pedig azt hiszem a Hallom című dalra írta azt, hogy, hogy, hogy itt kiderül, hogy a Vera tud a diszkót is írni. És hogy ez most... Ezért. És annyira érdekes volt, hogy így olvastam, és azt éreztem, hogy wow, ez mennyire, mennyire érdekes, hogy, hogy úgy tűnik, mint hogyha a Hallom az egy ilyen kisújból kicsúszott valami lett volna, és hogy az a... Az a nem tudom, az a, az a, könnyű, lágy valamiség, és hogy nekem az, az egy rohadt. Tehát nem az volt, hogy az egy ilyen új gyakorlat, hanem az nekem nagyon meg kellett küzdenem azért magammal, hogy ezt így fölmeljem vállalni ezen a lemezen, hogy így ezt kérem egy popdal, és megy a negyedes lábdob, meg a nem tudom micsoda benne, és, úgy szólal meg, és ráadásul a kis Tibor Noé írja a szövegét, akinek szintén nagyon távoli ez a zenei világ, és azt mondjuk, hogy ezt most mi fölvállaljuk, mert ez egy játszótér, és szeretnénk, szeretnénk benne kipróbálni magunkat. Ha már egyébként a, a Noé neve előkerült, aztán egy picit mindjárt visszamegyünk még így a múltba, azért ragadjunk most le egy pillanatra, hogy a szövegeknél, hogy ugye itt úgymond külsősök, vagy felkért közreműködők írtak minden szöveget, vagy valamit Nem. te írtál, ugye? Hát amit közösen írtunk. Aha, közösen, és igen, van, igen. Tehát, igen. hogy ilyen változó. Mi volt itt a koncepció? Vagy egyszer csak egy ilyen gondolat volt, hogy bevonni embereket? Igazából az volt, hogy nekem, ugye, akkor kicsit vissza így a múlthoz, ugye mindig volt ez, hogy magyar szöveg, mikor ne. lesz magyar szöveg, bla, bla, bla és én nagyon örültem ennek, hogy abszolút nem, nem, engedtem ennek a, ennek a nyomásnak, hanem megvártam, míg megérkezik bennem egy ilyen mély igény arra, hogy legyenek magyar szövegek, és most tulajdonképpen ezeket, ezeket a magyar dalokat szeretem a legjobban, tehát hogy így nagyon megért. Viszont azt éreztem, hogy Amúgy is nehézségeim vannak az utóbbi években a szövegekkel, a magyar szövegekkel, meg aztán pláne. Milyen nehézségeid? Nem jönnek. Aha. Tehát én nekem az, hogy zenét kelljen írni, az egy sokkal könnyebb, dolog. Most az, hogy jó zenét írjak, az nyilván egy másik kérdés, de hogy, hogy nekem az, hogy így, hogy így kitaláljak dalokat, mert minden az, az, az valahogy ilyen, nem tudom, tehát abban van egy ilyen automatizmus is, hogy így oda kell ülni, keresgélni kell, és nyomni, nyomni, és fölvenni tíz ötletet, és akkor abban az egyik jó lesz. De a szövegből, a, a szöveggel nagyon küzdelmes. Egyszerűen most nem nem annyira, annyira jönnek, és hát ugye a az Ávoda Petivel barátok is vagyunk, meg szeretem is a a szövegeit, és ő nagyon érdekes, mert olyan, mintha így az agyamba be tudna mászni. Tehát én nagyon, nagyon fura ez a képessége, ami nem tudom, hogy másokkal is, mások is ugyanezt érzik, de nekem konkrétan olyan volt, mint hogyha így olyan dolgokat halásznak ki a fejemből, amit így zsigerileg akarnék, de nem jutna magamtól eszembe, tehát ilyen nagyon-nagyon fura. A Noéval meg szintén, szintén, van egy ilyen, ilyen barátság, és őt meg úgy Kérte fel, hogy ő soha nem írt még de a szöveget, tehát hogy ő ez egy teljesen új terep volt, és vele rengeteget. Aki ráadásul Black Metal rajunk ja, Abszolút, a Teljesen, igen, és akkor így, uuh, hát még így gondolkod, és hogy most ezt így mer, És én úgy álltam egyébként mindenkihez, hogy figyú, lehet visszafordulni, lehet azt mondani, hogy figyú, hagyjuk, ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt így nem akartam ilyen alkalmazotti viszonyként nehezíteni hogy ez most egy muszáj, hanem, hanem az, a figyelj, prób próbáljon meg, itt egy ötlet, itt írtam mindenkinek egy ilyen kis novellát, hogy így mit képzelek el, vagy, tehát hogy tényleg csak a Mika, így a gondolataim. A... Dalonként, vagy így az egész lemezvilágáról? A lemezvilágáról nem is, nem is tudtam, annyira eklektikus, a. hogy, hogy nem bár is össze, összefon, vagy szóval lett végül is egy ilyen vezérelve, de, de a dalokról az, hogy, hogy mit a, például a mély víznél ott nagyon erősen volt ez a víz, hogy voltam szörfözni, és akkor volt egy ilyen totál transzcendens élményem, hogy az óceánba a Diogo nevű szörf oktató mondta, hogy így nem lehet besétálni a szörfdeszkával az óceánba. Tehát az óceán az ki fog dobni, engedni kell, hogy megcsapjon a hullám, és itt akkor tudsz csak menni, amikor érzed, hogy enged be az óceán. És ezt nem ilyen spiribiri módon mondta, hanem tényleg az, hogy hogy nagyon el fogtok fáradni, hogyha erőszakosan be akartok menni a vízbe. Tehát, hogy így álljatok rá az óceán ritmusára, és ez nekem így tegyek így átélni, hogy basszus nem lehet ennek ellen, tehát nem, nem, nem én vagyok az, az, a, a, az úr. Nem nálad van a kontroll. Igen, nem nálad van a kontroll, valahogy nagyon, nagyon rezonált arra, hogy így. Hát ez nem spiribiri, ez ez egyszerűen csak. A természet tudom. törvénye. De hogy Igen. tényleg, tehát, hogy így van, hogy így benne volt az, hogy, hogy mennyire, mennyire nevetséges innen, innen ránézni arra, hogy mondjuk szigeteket csinálnak mesterségesen, meg, meg, meg kiszedik a földből az összes fontos nyersanyagot, ami kell ahhoz, hogy így működjünk, és akkor csak így elmeg szörfözni, és így új, oda a víz, hogy így, ja, hogy ennek csak egy, egy, ilyen suhintás kell, hogy az emberiséget így hossz, így lesöpörje a föld felszínéről, és ez egy ilyen, egy ilyen nagy élmény, és akkor ezt így leírtam a Petinek, és akkor mondta, hogy jó, akkor víz, akkor vízről, vízről. Beszéljünk is az, hogy ugye nekem az utolsó verszak a, a, a kedvencem, hogy és csak hit, hogy a fontos ma csak te vagy itt, ha ég a völgy, kiszárad a tó, zúgva most le majd a dagály, és megy minden tovább, miért ne lennél te is pótolható. És ez egy eléggé, hát ilyen Peti, költészet. Mondtad előbb, hogy végül is azért így a lemez is összeállt valamiféle egészé. Ez gondolom menet közben adta ki magát valahogy. Hogy most hogy látod, hogy mi ez, amit, mi, mi, mi ez, amit ez a lemez, mivé állt össze? Szerintem ez egy nagyon... Nem a mit a költő mit akar? szintű a vagyok kíváncsi. Inkább az érdekel, vagy azt szerintem azt érdemes elmondani annak, aki hallgatja, hogy így egy lemez készítés közben hogyan sűrűsödik össze, vagy áll össze mégis valamilyen narratív egységi egy lemez. Figyel, az van, hogy szerintem eléggé sötét világ közeledik, vagy már, vagy már alakul is körülöttünk, és én, és én engem nagyon... Tehát, na, tehát nagyon meg, megfogalmaznom, de, va, de van egy tudatos oldala, meg van egy teljesen tudattalan oldala. A tudattalan oldala az, hogy leülök gitározni, csinálok nem tudom, száz ötletet, és akkor abból kimazsolázom, hogy mi tetszik, és aztán hopp, de érdekes, hogy pont azok a témák jönnek elő, amik egyébként is foglalkoztatnak. És nyilván van az a tudatosság benne, hogy, hogy szeretnék reflektálni. Egyszerűen ez egy nagyon erős igény lett, és hogy nekem Szerintem a, a, a Game az abszolút, de még a Tiger Now lemez is főleg rólam szólt, hogy én hogy, 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 hogy én alkalmas vagyok, jó vagyok, mi vagyok, blablabla. egy ilyen nagy arcpolitikus ilyen kérdőjel. A Tiger meg. Now az például az volt, hogy, hogy, hogy így benned a tigris, és akkor abszolút te meg hogy én, Igen, hogy ah. én így egy ilyen merészség, és akkor most az volt, hogy már nem, nem, már nem érdekelnek annyira a saját témáim, már mi nyilván érdekelnek, és nyilván minden rajtam is átfolyik, meg szóval nem leválasztható ez de egy picit az, hogy így szeretnék valamit mondani. Most már nem arról szól, hogy én milyen vagyok, hanem arról, hogy mit szeretnék mondani. És amit szeretnék mondani, az, 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 szerintem benne van a szövegekben, meg benne van, benne, benne van a zenében nagyon, nagyon erős. Ami nyilván nem egy ilyen, nem tudok ilyen explicit dolgokat így leírni, meg énekelni, mert annál egy picit ilyen, nem tudom, zsákutca, vagy ilyen labirintusosabb az én lényem, de, vicces, hogy zsákutcát mondtam így, <laughs> frajdi. <Friday. gül> <laughs> Doktor úr, beszéljünk erről, de hogy, ja, szóval, hogy, 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 engem rohatul irítál az, hogy, hogy, a mainstream pop zenében semmilyen reflexió nincsen a világra. Ez engem végtelenségig nyomaszt és, és idegesít, és nem mondom, hogy ez a lemez aztán olyan elképesztően kimond mindent, és az arcába vágja az embernek a a de hogy, hogy az igény meg volt benne rá, az biztos. Azért könnyen el tudja vinni ebbe a továbbra is én központú zene írásban meg, meg, de a szövegírásba a dolgot, hogyha mondjuk abban már vannak komoly sikerélményeid. Mert én azért több olyan embert ismerek, akinek te példakép vagy. Pont ezért, mert te, ezért te megmutatod. A vagány, a vagány vera kép, az valószínűleg az, az, az ott van, és, és, lehet, hogy, lehet, hogy az embereknek egy részének szüksége van egy vagány verára, mint ahogy mondjuk szüksége van egy, egy vagány Péter mm. Fú, ez nagyon érdekes dolog, mert ez, mert ez nagyon behozza nekem ezt a nők a zenében témakört. Mert már, már vagány férfiakra annyira nincs úgy nagy igény, vagy, vagy e, tehát hogy azt érzem, hogy már ilyen vagány férfi frontemberekre már nincs akkora igény, mint női frontemberek, és ez nyilván egy ilyen, hol tartanak a nők a zenében, hány százalék nő van, aki dalszerző, aki mm -mm, saját, tehát ez, ez nagyon van. Én azt tudom hogy nekem, tehát a saját élményem az az volt, hogy amikor én mondjuk így nagyon fölkerültem a térképre, vagy nagyon széles körbe ismertebb lettem. Nyilván országos szinten szerintem én rohadtul nem vagyok egyébként ismert, én mindig egy ilyen réteg valaki vagyok, és remélem, hogy leszek is. Nekem nem igazán tett az jót, hogy -e, hogy én egy ilyen power woman, izé, ilyen díj, olyan díj, nem tudom, miket kaptam, a személyiségemnek nem tett jót. Tehát engem kifejezetten Ugyanis. összenyomott. Tehát engem összenyomott ez, a szakma részéről volt egy ilyen nyomás egyébként? Hmm, ezt nagyon, nagyon, nehezen tudnám így szétszállazni, hogy, hogy ez mennyire volt külső nyomás, mennyire volt általam átforgatott, tehát én magam által kreált, egyébként nem olyan erősen létező külső nyomás, amit én így azt gondolom, tehát, hogy és kizoid állapot ez, uh -huh. hogy mit, mit várnak, mit nem várnak, és azt éreztem, hogy el, egyszerűen elmagányosodom ebben. Tehát nekem az, tehát amikor látom azt, hogy mondjuk vannak olyan előttem járó korban is, meg szakmában is előrébb tartó, főleg nők, akik, akik képesek már a saját munkásságokat intézményesíteni, ez most ilyen csúnya szóval, akkor én annak a tükrében magamat nem látom eléggé exhibicionistának. Tehát azt érzem, hogy bennem nincs ennyi. Megmutatkozási vágy, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom. Tehát, hogy így, ez én azt érzem, hogy nekem, és ez a tényleg nem, tehát, hogy én rajongok ezért az emberekért, és hogy ne mindenki értse jól, de hogy nekem nincs ennyi szükségem a figyelemre, és ennyi szükségem arra, hogy engem a közönség szeressen, és példakép, vagy nem, tehát, hogy bennem ez, ez inkább, nekem ez inkább taszító hogy, én nagyon megható, amikor, tehát az, hogy most a Barkóci Noémit felkértem, hogy írjon velem dalt, akit én egy retetesen jó dalszerzőnek tartok, és egy iszonyatosan autentikus magyar dalszerzőnek, és akkor kiírja utána a Facebookra, hogy én, én, egy példakép vagyok neki, az egy kicsit ilyen egyrészt nagyon megható, másrészt az, hogy így, Baszki, Noém, tehát, hogy, így ne, tehát, hogy ez így, ezt így mi, miért, tehát hogy miért nem mondhatjuk azt, hogy így inspirálódunk egymásból? Tehát nekem nagyon nincs igényem erre. a. Hát lehet, hogy igényed nincs, de lehet, hogy ő meg pont tényleg Igen, ezt gondolja. Igen, lehet. lehet szóval, hogy, van, csak hogy... szóval, hogy ezzel itt szembe kell nézni, hogyha az ember, szóval azt akartam mondani itt, amikor mondtad a nők a zenébe, hogy azt ugye én legalábbis úgy látom, vagy legalábbis az én zenefogyasztási kis búhorékomban, mm. én rengeteg dalszerző, női dalszerző előadót mm. hallgatok, nem azért, mert a, nem tudom, oda szólnak telefonon, hogy a kvótádat teljesítsed, uh -huh. Robert, hanem mert egyrészt tök jók vannak, másrészt szerintem az elmúlt tíz évben egy óriási Abszolút, má már, ja, igen. forradalmi. Miközben, amikor kamasz voltam, akkor volt Susan Vega, meg Tracy Chapman, meg mit tudom én, még volt Két o... Bush. Kate Bush, igen, hogy a legklasszikusabb, aktuális sztorit emlegessük fel. De tényleg az elmúlt tíz évben van egy ilyen nagy robbanás, de Magyarországon te, amikor elkezdted, akkor azért akkor azért nagyon a es, tehát hogy Magyarországon is voltak nyilván dalszerző nők az elmúlt 10-20-30-40 évben, de hát mindig csak úgy mutatóba. De te tényleg lehetsz példakép az utánad, példaképe az utánad négy, öt, nem tudom hány évvel következő dalszerző lányoknak vagy nőknek, Éh, Valószínűleg ez tényleg egy ilyen személyes dolog. Egyszerűen, tehát nem, nem, nyilván Lehet ezeneket, nem fogom őket így érzés. lecsapni, hogy nem mondja, ne hívjál példaképnek, mert oda csapok. Nyilván ez csak bennem, tudod így, most például az, hogy nézem a, a gyévát, aki most így előtört, és, és talán végre lesz egy magyar nemzetközi sikerű előadónk, és egy picit így azon bennem, hogy így nagyon, nem tudom, így megmelegszik a szívem, hogy azt érzem, hogy, hogy hát ha egy picit részem van abban, hogy ő, hogy ő ki tud ebből emelkedni, érted? Tehát, hogy így azt érzem, hogy így, valami elindult a dalszerző, meg a nem tudom, alkotó csajok közegében, amiből ki tud emelkedni egy ilyen ember, és én és én nem, tehát, hogy amellett, hogy én nagyon szerettem az ő lényét, meg voltam koncertje, még úgy is, hogy nem az én világom pont az a zene, egy kicsit én ezt egy ilyen kollektív sikernek szeretném megélni, érted? Tehát, hogy, hogy nekem az, hogy így ilyen individualista, törtető, egyenként kiemelkedő emberekre nézzünk föl, vagy nézzünk le, vagy ez számomra egyre idegenebb. Én már rohadtul nem érzem abban jól magam, hogyha én úgy vagyok titulál, titulálva, hogy, a, hogy, a, hogy az első, aki zennem. az, hogy én is valakik bőlt, engem is meginspirált egy csomó előttem levő ember, én azokból lettem, és lehet, hogy messzebb jutottam, vagy nem tudom, de hogy én ezt szeretném, tehát, és ez pont az, hogy amikor azt mondják, hogy a nők egymást könyöklik, ez kikére, és tényleg azt gondolom, hogy egy foggal körömmel kéne ezzel harcolni, hogy legyen egy közösségünk, ahol, ahol örülünk annak, hogy valakinek sikere van, és, és azt érezzük, hogy én is abból vagyok, hogy valaki előttem már ezt elkezdte. Érted? Persze, világos, hát nagyból hasonlót gondolunk elő. Annyi különbség, hogy én talán azt gondolom, hogy látok a kultúrában egy ilyen fajta a személyiség kultuszával szembe menő tendenciát. Én azért azt gondolom, hogy a, a te művészetednek a, a karakterét és a személyiséget adja meg, tehát én azért nem vágyom egy olyan kultúrára, ahol, ahol már nem fontosak a, a személyiségek. Az egók, az megint egy más kérdés. Az megint, De ez, ez két, az megint két egy más külön kérdés. Tolog, mert az van, hogy érted, én nem véletlenül vagyok színpadon, tehát én nagyon szeretek szerepelni, Kell nekem a kis csillogás, meg ezért, hogy ezt ne, ne, nem azt mondom, hogy na, engem csak így a pincébe hagyjatok, nekem ott jót, tehát én van bennem erre, erre vágy. Én csak azt mondom, hogy hogy valahol a, abban reménykedem, hogy vége van annak a korszaknak, ahol bizonyos emberek elefántcsontornyokban állnak egyedül, totál magányosan a saját intézményeik tetején, és onnan szemlélik egymást. Én tudom magamról, hogy engem rohadtul elidegenít, én abban nem érzem jól magam. Tehát én, én, én nekem egyébként a Covid sok, sok, szempontból ezt hozta, hogy nekem közösségbe kell lennem ilyen-olyan módon, ezért dolgozom sokat a soharózával, ezért hívok meg a lemezre más dalszerzőket, dalszövegek, írókat, tehát hogy így. Ja, pont egyébként erre akartam így kérdezni, hogy egyébként ez abszolút így szembeötlő, hogy, hogy hány és hány partnered, közreműködő, szerzőtársad, duetted, stb. <laughs> stb. <satöbbi, satöbbi gül> van, és, és nem is tudom, talán most a pont a héten posztoltad ki, vagy, vagy tegnap, mert nem is tudom, hogy, hogy hány próbád volt ezen a, ezen a hány Igen. óra próba volt, hogy mennyi stúdió <laughs> stúdióidő, és hogy semmi aggód, stb. Imádom ezt. Ez a fajta pörgés kell folyamatosan? Hát igen, azt hiszem, hogy nekem a személyiségnek nagyon, tehát én nagyon nehezen tudok egy dolgot csinálni, ez sokszor szét is tud engem zilálni, de imádom azt, amikor amikor és a nyár az rohadtul ilyen lesz, hogy játszunk az Experimentel, akkor van a Subtones, akivel most tök sok koncert lesz, de hívnak ide-oda-amoda, például most pénteken egyébként az, az, az imádom ezt, hogy a Maybellian Sunscrollers fel, felkért, most akik hallgatják, azok már lehet, hogy pont le is maradnak a koncertre, felkért, hogy a koncertjükön egy ilyen amerikai-magyar zenekari menedzsert kell játszom. Tehát nem is énekelni hívnak, hanem bohóckodni a hülyeségről, hogy előadjam, hogy én voltam a mayberry en valaha volt zenekari menedzser, aztán kimentem Amerika. Tehát így, én ezeket nagyon szeretem, amikor különböző helyzetekbe hívnak meg, mert és nem tudom, hogy erre, ez benne van-e Robi a tíz évvel ezelőtti rekorder interjúban, de talán talán benne van, de én ezt nem emlékszem, hogy, hogy akkor is gondoltam, és most is gondolom, hogy én rohadtul nem azt látom a nyugdíjas verában, hogy ugyanezt a ugyanezt fogom csinálni, hogy csak zenével fogok foglalkozni. Hát, erre nem emlékszem, arra emlékszem, hogy, hogy már ott is a színháztól a különböző zenekarokig sok minden előkerült, tehát már ott a mondjuk ilyen első kilométerkőnél lehetett látni, hogy Azért benne volt a jövő, egy-ket, hogy a, még itt a beszélgetés elején említettük, hogy nem lehet tett hova tenni a zenédet, meg valószínűleg most se lehet, meg nem is akarsz különösebben tenni azért, hogy lehessen. Ami ugyancsak ennek a sok fókuszuságnak a, vagy a, 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 ezt mutatja, és ilyen Négy-öt kérdés óta szeretném. <laughs> csak kétségbe esetem. Eljött az idő, Robi. Nem, föl. csak közben de már nincs értelme, mert, mert közben ez darabonként szétszállazva megbeszéltük. Nem én ezt az utat akartam valahogy. Szóval arról akartam veled beszélni, hogy akkor és most között, amit bejártál utat, ez mennyire a kedved szerint való. Mit csinálnál másképp? Ugye volt egy ilyen elejtett megjegyzésed, hogy akkor is réteg cucc voltál, most is az vagy. Neked ez tök oké. Okay te így rendben vagy, a helyeden vagy, hogy így ez, ez ügyben egyszerűs mondjál valamit. Ez, Évértékelés. Évértékelő beszéd. Évtized, beszél, ér, évtized értékelő, értékelő beszédemet akkor így megkezdeném, kedves egybegyújteknek. Igen, hát volt, volt tehát amikor, amikor elkezdtem csinálni, akkor nekem nagyon vicces volt ez a Világszínvonal, nagy nem tudom. Volt egy ilyen, ami egyébként kívülről jött, nagyon, hogy én nekem akkor én nem tudom, ez leszek, az leszek. És akkor volt is egyébként vágyam arra, meg hogy én egy picit abban úgy volt bennem az, hogy, hogy lehet, hogy, hogy nekem sikerül magyarként egy nagy nemzetközi karriert befutnom. És ahogy, ahogy teltek az évek, egyrészt megismertem ennek a szakmának a nem annyira csillogó oldalt, hogy azért mi? igen, hogy mi is történik a háttérben, meg hogy mi, mi, kell, tehát mi van mondjuk egy, tehát hogy csak egy mainstream popstart megnézzük, hogy milyen gépezet van mögötte, amellett, hogy tehetséges, jó kadalog, jó a minden, de hogy mi, mi, mi épül föl mögötte, alatta, körülötte és akkor rájöttem, hogy fú, ezt, nem, ezt, ezt mondjuk így Magyarországon nem, nem tudom, hogy mi tudja kitermelni, meg, meg hogyan lehet, és a, és a, másik meg az, hogy rájöttem, hogy, ne, hogy én nem tudok akkor a közönséghez úgy amúgy szólni. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy én nekem még most is, amikor arra gondolok, hogy mik voltak életem legmeghatározóbb koncertjei, szinte csak kizárólag ilyen nagyon pici <laughs> helyeken, ahol érzem az embereket, Egyébként most a lemezben mutató koncertünk, mi nem, a, ami a Katona József színházban volt, de ott is azt értem, hogy mindenkit ismerek, vagy így, akit nem ismerek, azt is érzem. Tehát, hogy nekem ez az intimitás, ez annyira rohadtul fontos, hogy ez, ne, ez nem tud olyan nagyra, nagyra, nőni, mert le fog róla mesni, és szét fog forgácsolódni. És egy ilyen katona az még egy ilyen, egy ilyen kezelhető Az egy tökélető, mértő, egyébként nem úgy a... kezelhető, nekem az egy tökéletes méret. Tehát, hogy ez szuper. Meg hogyha nagyobb szeretnél lenni, mondjuk tudatosan, akkor egyáltalán biztos, hogy az működik. Mármint a, 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 ahogy tehát én, ha, én Hát én igen, tehát, a, tehát a, hogyha megpróbálsz megfelelni annak a látszólagos mainstream elvárásnak, mert a mainstream az mainstream is teljesen véletlenszerűen működik sokszor. Hát tudod, mert az van ebben, hogy szerintem aki, aki mainstreamben mozog, annak az a természetes, ahogy ő, ő van. Tehát, hogy az, én, nem, én, nem, gondolom egyébként azt, hogy aki, mit tudom, egy dualipa, aki szerintem iszonyú jó egyébként, én nem gondolom, hogy ő amúgy kitalálta volna magát. Szerintem ő konkrétan ilyen. És én meg azt veszem észre magamon, így, ahogy most már nem tudom, hány éve ezt csinálom, hogy basszus, én amúgy is mindig a nincs dolgokat. Szeret, de persze szeretek egy csomó mainstream dolgok, de egy alapvetően egy inkább nincs ember vagyok, és aki erre rá tud kapcsolódni, az nem lesz egy nagy számú tömeg. És ez, egy, ez nyilván egy ilyen hosszú idő volt, amíg, ez, amíg ez tényleg így leért bennem, viszont kinyíltak benne olyan lehetőségek, hogy basszus, akkor viszont nekem tényleg rohadtul nagy terem van kísérletezni, játszani. Imádom, hogyha engem színházba vonnak be, vagy ilyen tök alternatív kísérleti dolog. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog talál meg, ami tuti, hogy engem, main, tehát engem main, mainstream előadóként tényleg unalmas ilyen gyakorlat. Mit hadonáztok itt? Most ezt így, így le, lebuktatlak titeket, hogy itt közben, kedves hallgatóink, iszonyú had, hadonászás van a mikrofonért. Küzdünk a mikrofonért, csak be akartam szólni, tehát, hogy akkor nem lesz... Szóval. <laughs> így, így. Jöhet. Tehát akkor nem lesz doktor Béres featuring. Nem. nem. Nekem csak az jutott eszembe, hogy valamikor a ha már van itt podcast, nem jut eszembe, ki mondta ez, de egy van interjúban mondta egy akkori popzenész, vagy popstár, hogy, hogy az van, hogy de lehet, hogy nem a van titba, tök mindegy. Szóval hogy mondta, egy, mondta egy, egy 90 ségbeli magyar popstár, és ez egy elég okos megállapítás volt, hogy, 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 a popban is az van, hogy az tud jó, hiteles popstár lenni, aki az szereti azt a szerepet, vagy azonos benne. Tehát van egy csomó olyan popzenész, aki igazából nem olyan könnyed cuccot akar csinálni, de úgy megpróbálkozik vele, és ott mindig bukta van, hogy, hogy nem azonos. Hát. Hogy, és, 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 tényleg azok a popzenészek, azt hiszem, a, már mint itt a nagyon mainstream, nagyon commerce popról beszélek, azok a sikeresek, akiken így átjön, hogy ez tényleg igen, de tudod, ebbe, ebbe, ebbe az is van, hogy szerintem van olyan, aki tök nincs dolgot csinál, és azt csinálja, az egy univerzum lesz, ami aztán nagyon népszerű nagy lesz. nagyon népszerű, Radiohead. tehát egy te sem, igen, tehát hogy hogy teljesen és és, és nagy Na, tehát, hogy ez, ez nem, nem zárja ki így egy, tehát, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy nem, nem akarom a mainstream-et leszólni, hát vagy nem Igen, én is pont azért mert Igen, mondtam, hogy... tehát, hogy, hogy abban van, tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden, ami nagyon sikeres, ott nem létezik, hogy nincs mögött vagy, vagy akkor mondom másképp, szerintem akár is, akár ne, mainstream sikerről van szó. Ott az működik, ha valaki látszik, hogy az, ami. Így van. Ez így van. Ezért tökéletes. Ez így van. Szerintem... És nekem, nekem arra rájönni, hogy én mindig egy ilyen, tehát én tényleg mindig ilyen pája szélén, különböző világok között, egy ilyen kés élén kötéltáncol. Tehát tényleg engem meghívnak az ilyen műpás, nem tudom, milyen kiöltözős izé koncertre is ahol ilyen vendég vagyok, vagy olyan, vagy, vagy mondjuk a Szápton, ami egy ilyen nagyon jazz, fúziós, iszonyú, okos, és egyébként nehéz zene, vagy ilyen most kvázi ilyen magas művészet, és aztán így hívnak a nem tudom milyen disznóölő, experimentál zajzene. Izében, hogy gyere oda, hozzá egy lupert, aztán örjöngél. És az van, hogy, hogy a bármelyik irányba kéne nekem billennem, rossz lenne. Tehát, hogy az van, hogy nem, nem tudok. És ezért örülök, hogy az Experiment mondjuk a gyerekem, és az az én, én zenekarom, meg az én projektem, ahol én vagyok a főnök, de meghalnék, hogyha nem lenne körülötte másik nyolc dolog, ami, amiben amiben még kiélhetném magam. Tanítasz még éneket? Uh -huh, igen. És uh, milyenek a mostani fiatalok? Mi, miért gondolod, hogy fiatalok járnak a... hozzám? Akkor, 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 jó, akkor módosítok a kérdésem. Milyen elvárásokkal érkeznek a hozzád érkezők? Mit szeretnének magukban kibontakoztatni? Mert úgy ez nem feltétlen, csak az ének. Na szóval. jó, hogy ezt kérdezed, mert, mert én is így, így, így állok hozzá. Én nagyon szerencsés vagyok, vagy nem tudom, ez is lehet, hogy így valahogy leveszik rólam, akik, akik megkeresnek, hogy énekelni jönnének, hogy én nem a nem tudom, X-faktorra fogom tudni felkészíteni a delikvenseket, vagy szóval nem egy ilyen nagyon csak és kizárólag technikai magasugrásra tudok, nem tudom nyújtani szolgáltatást, hanem annál egy picit ilyen árnyaltabb dolgokra. Az van, hogy egyébként rohadtul élvezem, mert elég, tehát hogy így megtartom a határokat, olyan szempontból, hogy nem vállalok sok sok tanítvány, de, de van, aki eltűnik egy időre, aztán visszajön, az így fluktuálódik az egész, de azért is mondtam, hogy, a, hogy, hogy, nem csak fiatalok, mert volt 60 pluszos tanítványom is, meg most van, aki még gimis, tehát, hogy ez kb. így a, 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 a széles. széles, spektrum. Van, akinek van zenekara, van, aki hobbi, van, aki tényleg a zuhany alá szeretné egy kicsit jobban készíteni magát, hogy ott, ott jól szóljon a hangja. Szóval nagyon változó, hogy, hogy mik az igények, de azt érzem mindenkinél, hogy nagyon nagy igény van arra, és egyébként ez azóta nekem már szinte egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mozgalmi hangulatot hozott elő bennem, hogy valahogy az embereket így, akik hozzám jönnek a hang, hangjukkal kapcsolatba hozni őket. Hogy lekerüljen az a sok nyavajás stigma, de ez hitek hihetetlen számomra, hogy, hogy 95%-a úgy kezdi a bemutatkozó beszélgetést, hogy nincs hangom, botfülem van, hamis vagyok, megalázott az énektanára, a karvezető, a családom, a barátaim, jaj, csak ne énekel. És ez számomra nekem tényleg fáj ezt így hallani, mert én nagyon, én nagyon szépnek találom azt, amikor valaki szívből hamisan énekel. Tehát, hogy én nem gondolom, tehát és ez egy nagyon-nagyon nagy torz nézet, hogy csak annak szabad énekelni, akinek nagyon szépen, tökéletesen csengő hangja van, és aki színpadra való. Ez egy iszonyatosan nagy tévképzet. Az éneklés az olyan, mint a levegővétel, vagy, vagy tehát új, úgy kéne kapcsolódnunk a zenéhez, mint, mint bármi fontos lételemünkhöz, és azzal, hogy ezt így elkezdjük berakni ilyen szintezésbe, hogy ki alkalmas arra, és kinek szabad ezért énekelnie, ez egy, ez egy iszonyatosan nagy tévedés szerintem. Tehát én nem azt mondom, én nem mondom mindenkinek, hogy de neked is színpadon kéne. Nem, de, de, az, hogy énekelje, az én párom egy, egy kis tercel odébb énekel mindent. És szerintem gyönyörű. Tehát én nagyon szépnek találom azt, ahogy ő a Pink Floydra tényleg tercel, és, és aztán össze-vissza csúszkál, és szerintem, én, lát, én tökre hallom benne a szépséget, mert az jön benne át, hogy, hogy ott van benne a zenében, és kapcsolódik, és abban a pillanatban, hogy jön egy ítélet, hogy jó, ez, ez persze van, hogy nem, nem úgy jön ki, de az, hogy ebben megakadályozunk embereket, hogy hogy az ének hangokat ki kiadják, az olyan, mintha azt mondanak, hogy figyelj, Léci, nem tudom, itt ne vegyél levegőt, mert nem tudom, mit, mi. Tehát, hogy számomra ez ilyen, ilyen leg... Vagy az, hogy ne táncolj, mert nem tudsz ritmusban táncolni. Tehát ez számomra nagyon, nagyon ez egy nagyon nagy hiányossága, nem csak Magyarországnak, hanem szerintem nagyon sok nagyon sok helyen a világban ez így be van, és ez pont amiatt van, hogy, hogy, vannak ezek a tehetségkutatók, meg minden, ahova ugye tudjuk, hogy egy Bob Dylan az első rostán nem jutna át, vagy egy Leonard Cohen, vagy egy Cseh Tamás, tehát hogy így kiejtenék őket az első válogató után, hogy szóval ez. Akkor valószínűleg ez, ez nagyon érdekes, mert ez a fajta oktatás, ez, ez, a, ez a két oldalú kapcsolat a saját magad hangjához való viszonyodat is folyamatosan formáltak, gondolom. Teljesen. Abszolút. Nekem nagyon, tehát, hogy én nagyon sokat küzdök egyébként a hangommal, hm. de van egy, van egy ilyen intim viszonyom és is, is viszonyulásom is vele, és azzal, hogy, hogy megszeressem a színeit, hogy az, azok, azokat, amiket mondjuk hibásnak érzek, azok, azokat Megpróbálom erényi formálni, vagy legalább erényként tekinteni rájuk. És ahogy, ahogy tanítok, és, és másnak a hangjával foglalkozom, és, és próbálom behozni azt, hogy figyú, ez nem csúnya, hanem ez az egyik szín, ami, amit a hangod most csinál. És hogy ne úgy tekints rá, mint, mint hogy ez most rikácsolás, vagy nem tudom, én, hanem hogy így, hanem erre most nézzünk úgy, hogy ez is az, amiből főzünk és ez az egyik attribútuma a te felépítés. Ez olyan, mint egy ilyen, tényleg ilyen önszeretet, hogy jaj, nem tudom, nekem mekkora az orrom, vagy a mellem, vagy ezért igen, ebből kell főzni. Ezt hogyan viselem? Tehát nekem az anyukám egyébként, azt nagyon jól mondtam, hogy neki nem, 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 tényleg nem az a lényeg, hogy, hogy ki hogy nézni, vagy néz ki, vagy mekkora, hanem az, hogy hogyan viseli, és ez egy nagyon, nagyon fontos, ilyen triviálisnak hangzó, de egy fontos tanítás, amit, amit én magamon próbálok mindig elvégezni. Most így végigjártuk a múltat, meg hogy most mi van, meg minden egyéb, meg hogy hol, hogy vagy és hol érzed magad a, a világban. Most egy picit így a beszélgetés vége felé beszéljünk arról, hogy milyen, mik a terveid, amit már tudsz, vagy látsz, vagy. Nagyon jó kérdés. Köszönöm. <gül> köszönöm. <gül> köszönöm a kérdést. Én, én, én köszönöm, hogy hogy ezt föltetted. Hát nagy kérdőjelek jönnek most, ugyanis én most a, a két lakiság felé tendálok újra. Ugye ott is, tehát csak, hogy keretezzük a dolgot, tehát abban a bizonyos egy, első... Egy, egy helyen egy... lakni se tudsz. Ne, nem, nem, nagyon nehéz számomra. Tehát amikor én Londonban le, lediplomáztam, és akkor kvázi hazajöttem, vagy szóval így, egy inga életben voltam, akkor, ah, oh, te miért jöttél haza, akkor ez most mi, mi, mi? És akkor én mindig azt mondtam, egy millió helyen elmondtam, hogy én, amikor elmentem Londonba, se éreztem azt, hogy itt hagytam ezt az országot, és amikor kvázi hazaköltöztem, ak akkor se azt éreztem, hogy én akkor ott hagytam London. -t. Bár egyébként azóta már meggyengült a szerelmünk Londonnal, vagy szóval hogy az, az elmúlt az a, az, a, az, az érzelem, ami ott volt, de hogy nekem ez a kozmopolita sok helyen levés és, 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 és utazás az nagyon, az nagyon kell, és már nagyon rég volt, ugye itt a pandémia is ugye lecsökkentette az utazásaimat, és most úgy néz ki, hogy, hogy Berlin pedig elkezd fölépülni, legalábbis ott elkezd, elkezdek fölépíteni ott egy ilyet, tehát az, hogy az milyen lesz, azt fogalmam sincs, tehát vannak terveim, érdekel, sok zenéhez köthető, de nem nem egyértelműen zenei dolog, mint például a művészetterápia. nagyon izgat. Nagyon azt érzem, hogy ez, e, e, tehát, hogy így ez valahogy a saját zenei működésében nagyon ott van a terápiás szál. Mint ahogy az előbb már esett róla szó, így végül is, ször mentén. Igen, abszolút, tehát, hogy, 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 ez, hogy ez nagyon, nagyon benne van. És az, hogy nem engedem itt onn a dolgaimat, az is, az is biztos, úgyhogy egy ilyen kétlaki lét következik, és az, hogy az milyen arányban, hol súlyozódik az, az. még a jövő zenéje. Az a jövő zenéje, Robi. Így, de így van. szépen mondtam, ez, így van. Oké. Okay. Köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm. Ez volt a One Podcast Jónás Verával, de a szerző énekesnővel, aki, akivel így végigjártuk az elmúlt közel a tíz évet, meg azt is, hogy mi fog következni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra! Közben igazából rájöttem, hogy én nem tudom ki ez a doktor Béres. Nem tudod ki a doktor Béres?